Andon naktáján nagy hagyománya van a felcentartásnak és a felcámból készült ételeknek. Ez adta az ötletet ahhoz 3 évvel ezelőtt, hogy megszervezze a település. A fácános szép napokat fogalmazott a polgármester. Itt a fácán tenyésztésnek megvoltak az alapjai, itt a nagykertben, ezen a helyszínen, ahol vagyunk, annak idején a mocsári birtoknak volt a fácán kertje. Tehát ez egy bizonyítható dolog, a régi térképeken is megtalálható, ezért esett a választásunk erre a névre, és fácános szép napoknak neveztük el. Ez egy közösséget formál, itt a főzőcsapatok egymásra vannak utalva, a dolgozók, és segítenek egymásnak, egy óriási közösségi érzést teremt. Azt gondolom, hogy kellenek az ilyen rendezvények, és köszönöm is itt a civil szervezeteknek, Andor naptárja civil szervezeteinek, akik részt vesznek. A fácános ételekhez 140 kg fácánt használtak fel. 9 főzőcsapat van, illetőleg bekapcsolódott 10-ként a vadásztársaság is. Különböző fácános ételeket készítenek, mindenkinek kötelező egy fácános ételt készíteni, de mellé még kínálnak egy másodikat is, és az az ő meglepetésük, hogy mi, de nagyon finom, ezt garantálhatom. A polgári kör csapata minden évben részt vesz a programon. Az is be fácán fő, és a mellehúsa az úgyis sok lesz, ezért úgy döntöttünk, hogy abból, mint tavaly is, hogy mert sikere volt a porsos palacsintának, hortobágyi porsos palacsinta fácán hússal. A fácánleves az a hagyományosan készül, tulajdonképpen a zöldség a megfelelő arányban, mint csak sajnos most gomba nem lesz benne, pedig azt szoktam. De amikor már megfőtt megfelelő állapotban a hús, akkor lefejtjük a csontról, ledaráljuk, ahhoz van készítve egy alap, és akkor azzal még egyszer összerottyantjuk. Mert a húsos palacsinta valójában nem így készül, de hát mit csináljunk a sok mellehúsával? Csak finomabb, tavaly nagy sikere volt. A tagok szerint szükségesek az ilyen rendezvények. Én ide költöztem 5 évvel ezelőtt, én mindig is azt mondtam, hogy egy akárhova is kerültek, milyen településre, közösségi életben részt kell venni. Nem lehet elzárkózni. Tehát nem csak az ajtóig tart az élet, azon túl is van. Nem is a befogadásért kell harcolni, hanem az, hogy együtt legyünk. A helyi nyugdíjas klub húslevest készített, úgy, ahogy a régen a lakodalmakban volt szokás. A rendezvénynek a neve is, hogy fácános szép napok, és akkor természetes, hogy a fácánnak valamilyen úton, módon az illik megjelenni az étlapunkon, és ezért a hagyományos módon már 3. alkalommal készítjük mi ezt a fácán húslevest a májgaluskánkkal, és a második pedig a húsos káposzta, hát itt az idén egy kicsit változatos tesszük, és még a darabolt hús mellé darált húst is rakunk ebbe a káposztába. Nem daraboljuk fel a fácánokat, hanem egy rúdra felkötjük a combjánál fogva, és így akkor megőrzi a húsa állagát, nem fő szét annyira, hanem szép egybe tudjuk kivenni a leves elkészültekor. Szeretünk részt venni a falunak az életébe, és mi is örülünk, hogy ilyen hagyományt, a valamikori fácán tenyésztést és a fácánnal való foglalkozást így módon visszük tovább, hogy ezzel emlékezünk elődeinkre, akik ezzel foglalkoztak. Az Andor naktájai falukórus fácán húsos ragulevest készített. Ez 15 kg fácánból van elkészítve, megnyúztuk, mert arra nem nagyon van idő, hogy az ember ezt letokozza, mert elég sok tok van benne, és úgy csúnyán néz ki. Ezt tegnap csináltuk meg, és akkor borsot, hát végül is mindent megvettünk hozzá, ami kell. Szépen összefőzzük, a fűszerek megteszik a magukét, úgyhogy így készül ez a borsos, bazsalikomos, rozmaringos ragú. Tulajdonképpen a fácánból az igazság, hogy sok minden nem nagyon lehet csinálni, mert a legfinomabb belőle a leves. De ugye már mások azt főznek leves belőle, hát mi ezt találtuk ki a falu kórus, hogy ilyesmit csináljunk. Tavaly is, már most 3. éve végül is, hogy ugyanezt csináljuk, készítjük el, úgyhogy tavaly is elfogyott minden, mert tetszett az embereknek, reméljük, hogy most is így lesz. Az idei fácános napok különlegessége volt, hogy ezzel a rendezvényen ünnepelték meg Kistálya és Andornak 80 évvel ezelőtti egyesülését, amiből létrejött Andornaktája. A rendezvényen dr. Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnök jelöltje kiemelte, az a fejlődési pálya, ami Heves megyére is jellemző, az Andornaktáján is jelen van. A következő időszakban jelentős fejlesztések valósulnak meg majd a településen, többek között elindul a 140 millió forint
forintos ipari park beruházás. Közlekedés szempontjából is két nagyon fontos fejlesztés van a településen. Az egyik az az M25-ös út, ami gyakorlatilag tehermentesíti most már Andornak táját, tehát sokkal élhetőbb, zöldebb és csöndesebb a település. A kerékpárút fejlesztés pedig egy 180 millió forintos projekttel, az szintén gyakorlatilag a következő esztendőbe indul. A fácános szép napokon kórus találkozó bemutatók szüreti felvonulás színesítették a programot, majd a nap Rózsa Magdi koncerttel zárult.